Megnyitom. Jó, hallható? Igen. Oké. Na hát akkor jó reggelt mindenkinek, és tényleg a kuratóriumunk nevében, meg a kis családom nevében is köszönjük a támogatásokat. 10 éve így mi az egész, hogy mindig van valaki, aki mellénk áll, és ezért aztán meg tovább a szolgálat. Úgyhogy köszönjük. Főleg azoknak a nevében, akiket tudunk szolgálni ezzel az egész munkával. Úgy tudom, hogy a Máté 13-ban befejeztétek a magvető példázatát. Ez így igaz. Akkor megkönnyebbültem. Tehát akkor itt folytatnánk a Máté 13-ban. Imádkozzunk előtte, jó? Köszönjük, Urunk, hogy nem hallgattál, hanem szóltál hozzánk. Köszönjük, hogy tanítasz minket, hogy még taníthatók vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy nem hagysz minket olyannak, amilyenek vagyunk, de nagyon szeretsz minket, és köszönjük, Urunk, hogy mindig meglepsz minket azzal, hogy egészen másképp gondolod a dolgokat, ahogy mi azt gondolnánk, ahogy mi a zsigerből csinálnánk, ahogy mi ezt tanultuk itt ebben a világban. Köszönjük, hogy tőled újat tanulhatunk, egész másképp állsz a dolgokhoz, és köszönjük, hogy nem pusztán új értékeket adsz nekünk, új szempontokat, hanem erőt is. A te erőddel lépnek be ezek az új értékek a mi világunkba, a mi életünkbe, és köszönjük, hogy ezért te képes vagy rendet rakni a mi életünkben. Úgyhogy ma is ebből, Uram, add, hogy meglássunk valamit ebből a te új világrendedből. Jézus nevében kérjük, hallgass meg minket. Amen. Most itt a Máté 13-ban, ahogy figyeljétek kérlek a szöveget, Jézus 7 példázatot mond el a mennyek országáról, ugye, ahogy a magyar fordításunkban van. Ez szó szerint az egek királysága. Tehát itt egy királyságról van szó az eredetiben. Királyság, uralom, Isten uralma. Tulajdonképpen ugye az egek, a mennyek, az egek, hát ahogy szoktuk mondani, égágyon, az ég, maga Isten. Tehát Isten uralmáról szól ez a 7 példázat, így egy kupacban itt a Máté 13-ban. Most a zsidók már régóta várták Isten földi uralmának a megvalósulását, így ott van a mi atyánkban mai napig. Imádkozzuk, hogy legyen meg a te akaratod, amit a mennyben ugye már megvan, úgy itt a földön is. Tehát ezért ők is régóta várták, és hát ugye várták, hogy Dávid fia, ugye Dávid leszármazottja majd egy napon, ugye helyreállítja az Izrael királyságát, sőt minden nép ura lesz. És nem pusztán a zsidók jól érzik vége magukat a bőrükben, hanem egy napon a népek is Izraelbe jönnek, Jeruzsálembe jönnek, hogy az Istenről szóló tanítást hallják. Tehát egy nemzeti és egy egyetemes változást vártak attól, hogy eljön a királyság, Istennek az uralma, a földi uralma. És ezek a bibliai jövendőlések később összekapcsolódtak a messiási váradalmakkal, és hát ugye ebben már benne van a politika valahol, ugye, hogy a népek is idejönnek, és egy királyságról van szó, egy földi királyságról van szó, és hát ezért ezeket a messiási váradalmakat még jobban átszínezte, a politikai oldal még hangsúlyosabbá vált a római elnyomás miatt. Ugye itt vannak a rómaiak, és hát elnyomnak minket, és kizsákmányolnak minket, és hát a messiás helyén az első dolga lesz, ugye biztos majd kipaterolni a rómaiakat. Tehát azt látták, hogy a messiás helyén az új világ, az eljövendő világ, így emlegették, ami fölváltja a régit, tehát a jelenlegit, ami addig volt. Ez gyors és gyökeres változásokat hoz, gyors és gyökeres változást, és ez először is ítéletet jelent, hogy a gonoszság egyszer s mindenkorra eltűnik a világból, és utána jön az egyetemes, áldásos uralma Istennek, a messiásnak a világ fölött, amely immáron csak az igazaké. Hát amelyben már nem lesznek gonoszok, amelyben már nem lesz gonoszság. Ez volt a váradalom, és részben ezt várjuk, mi is. De az első századi zsidók csak ezt várták, elsősorban ezt várták,
és Jézus nem mindenben felel meg az elvárásaiknak, ezt majd látni fogjuk. Bocsánat, a torkom ki a... ez időnként kerek. Tehát a Máté 3 elején kicsit visszatekint, hogy értsük ezeket a példázatokat, egyfelől nagyon egyszerűek, másfelől nagyon könnyen félreérthetők, kicsit vissza kell mennünk. Ugye látjuk a Máté 3.2-ben először Keresztelő János kezdi hirdetni, hogy elközelegett a mennyek országa, és ugye ezért térjenek meg az emberek, térjenek vissza Istenhez, változtassák meg a gondolkodásmódjukat, és egy egész mozgalom alakul ki, tömegek mennek ki, érzik, hogy rendezni kell a kapcsolatukat Istennel, ami eddig fönn volt, annak le kell menni, ami lent volt, föl kell menni, minden hely feje tetején áll, tehát rendezni kell a dolgokat, és ez nagy hatással, köszönöm szépen, prédikálja Keresztelő János, de azért ő jelzi, hogy ő csak előfutár, utána jön valaki. És aztán jön Jézus, túl van a bemerítkezésen, a pusztai megkísértésen, és ő is elkezdi kérdezni, térjetek meg ugyanez, mert elközelített, közel jött a mennyek országa. Tehát a szolgálata elején Jézus is Isten uralmának a közeledéséről beszél. Ezután tanítványokat hív. Egy csomó jelet tesz, gyógyít, meg ilyesmik. Aztán jön a hegyi beszéd, ugye az 5. 7. fejezet itt a Máté evangéliumában. Elmondja a hegyi beszédet, lefekteti, ha úgy tetszik, ennek a közeledő új világrendnek az alapjait. Hogy valójában hogy fognak menni a dolgok, Isten valójában hogy gondolkodik a dolgainkról és rólunk. Ezen már túl vagytok. Aztán ugye látjuk, hogy utána újabb jeleket tesz, megint demonstrálja, hogy ő Úr a betegségek felett, hogy Úr a természeti erők felett, hogy Úr túlvilági lények felett. És aztán erre fölhatalmazza a tanítványait. Én teljesen egyedülálló, kivételes módon megosztja a hatalmát a tanítványa, és azok is mennek ki, és ők is jeleket tesznek, és hirdetik, hogy elközelget a mennyek országa. Kiküldte őket prédikálni. Ugye ezt láttuk a 10. fejezetben. Na most ez a mozgalom azért vegyes reakciókat váltott ki. Jézusnak először a saját előfutára, Keresztelő János kétségeit kell eloszlatni. Emlékeztek rá, hogy szól neki, hogy te vagy az, vagy valaki mást vágyik. Mert amit Jézus mond, az valahol nem egészen vág egybe azzal, amit ő hirdet, hogy már ott van a fejszel, mert ugye oda vetik, már oda illesztik a fának a gyökeréhez, és mintha már lendülne a fejszel, kivágattatik, ugye meg a pejval, meg a tűz, meg minden, tehát amit a zsidók láttak, az ítélet elkezdődik, amit az egész társadalomban ilyen politikai mozgalmak, lelkiségi mozgalmak épültek, ugye szikáriusok, hogy ez az elóták a rajongóknak egy csapata volt, szike volt nálunk, terhérdőkő, kinyírjuk a gonoszokat, keres a gonosz lesz, eljön az Úr országa, az Úr uralma. Tehát öljük meg a gonoszokat, és maradnak az igazak és a jók. Tehát ilyen emberi eszközökkel már beindult valami, ebben nagyon jól beleillett Keresztelő Jánosnak is ez a ítéletet hirdető prédikációja. És János kételkedik, mert látja, hogy Jézus nem egészen ezt, nem ezt csinálja, nem ezzel áll szolgálatban. Aztán jönnek egész városok ellene fordulnak. Jönnek a szadduceusok, jönnek az érettségek, a farizeusok, a kor vallásos lelkiség irányzatai. És végül aztán ott vannak a saját családja, az is kételkedik, és hát ki akarják hívni tanítás közben, hogy jöjjön már haza, mert amit csinál, az most már valahol kezdi kiverni a biztosítékot. Tehát aztán végig megvádolják, ezt látjuk a 12. részben, megvádolják, hogy ő és a tanítványai szombatot törnek. Erre bejelenti, hogy ő az emberfia, ugye a Dániel könyvéből ez egy messiási cím lett, és hogy ő az Ézsaiás által megjövendült, ugye a választott szolga, hogy ő a szombat ura, meg ő a választott szolga, ugye akin az Úr lelke van. Aztán megvádolják, hogy ugye már nem tudnak mit kitalálni, megvádolják, hogy azért tud gyógyítani, meg azért tud ördögöt űzni, mert lepaktált az ördöggel. Tehát fokozódik az ellenállás. Azzal az elközelgett uralommal, királysággal szemben. És erre itt a 12-28-as csúcs, amikor azt mondja, hogy de ha én Isten lelkével üzöm ki az ördögöket, akkor már utolért titeket, szó szerint utolért, nem csak elközelget, utolért titeket a mennyek országa, a királyság. Tehát a királyság jön, közeledik, és már utolért titeket. Itt van erővel és hatalommal ő benne.
ő benne. Gondoljatok végig arra, hogy mit várnak a kortárs zsidók? Kipaterolja a rómaiakat, tárgyi bizonyítékot, hogy a világban rendet rak. Azokat a csúnya gonoszokat, azokat a csúnya gonosz bűnözőket, bűnösöket, stb. Abból azoktól megszabadít minket. Ezek után olvassuk ezt a hét példázatot. És hát nem olvasom a magvetőt, ugye az múltkor volt, de utána, amik jönnek, ezeket felolvasnak. De szerintem most maradjatok külön, jó, mert elég hosszú a szöveg, de kövessétek a Bibliátokból. Más példázatot is mondott nekik. Hasonlóan mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe, de még az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkoly tetette búza közé és elment. Amikor az öld vetés szárba szökött és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is. A szolgák ekkor oda mentek a gazdához, és azt kérdezték tőle: Uram, ugye jó magot vetettél a földedbe, honnan van akkor benne a konkoly? Ellenség tette, ezt felelte neki. A szolgák erről megkérdezték, akarod, hogy kimenjünk és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt: nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig. És az aratás idején megmondom az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csőrömbe. Más példázatot is mondott neki. Hasonlóan mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember is elvet a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak és fészkelnek a ágai között. Más példázatot is mondott nekik. Hasonlóan mennyek országa a kovászhoz, amelyet fog az asszony, belekever a három mérce lisztbe, végül az egész megkel. Mindez példázatokban mondta Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem mondott nekik. Mi beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, példázatokra nyitom meg számat, és a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki. Ekkor elbocsátotta a sokaságot, és bement a házba, tanítványai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá, magyarázd meg nekünk a szántóföld konkolyáról szóló példázatot. Ő pedig így válaszolt nekik. Az, aki a jó magot veti, az emberfia. A szántóföld a világ. A jó mag a mennyek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége. Az aratók pedig az angyalok. Ahogy tehát a konkolyt összegyűjtik és leégetik, úgy lesz a világ vége. Az emberfia elküldi angyalait és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozó és gonosz tevőt. És tüzes kemencébe dobják őket. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Akkor még az igazak fénylenek atyuk országában, mint a nap. Akinek van füle, hallja. Hasonló mennyekország a szántóföldben elrejtett kincshez, amit az ember miután megtalált, elrejt. Örömében elmegy, eladja mindenét, ami van, és megveszi azt a szántóföldet. Hasonló mennyekország a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, ami van, és megvásárolja azt. Hasonló mennyekország a tengerbe kivetett kerítőhálóhoz is, amely mindenféle halfajtát összegyűjt. Amikor megterik, kivonják a partra, és leülve a jókat egyének begyűjtik, a hitványokat pedig kidobják. Így lesz a világ végén is, eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszokat az igazak közül. És a tüzes kemencébe dobják őket, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Megértettétek mindezt? Kérdeztették Jézus. Azok azt felelték, igen. Furcsa ez a sok példázat így együtt, egy kupacban. De mégis ugyanarról szól, Jézus helyzetéről, amit láttuk, hogy most ő itt tart, Izraelben, hogy prédikál, itt tart, és erre reagál, ezért hangzik el ez a példázat csoport így együtt. Ez még a galileai szolgálata. Utána látjuk, hogy megy föl Jeruzsálembe egy hosszú út, és aztán jön a Jeruzsálem. Ott megjönnek az utolsó napjaiban, jönnek a megint a újabb példázat kupac, Máté 24-25. Arról beszél megint Isten országa, mennyek országa, hogy ez mit jelent a végső időkben, a visszatérése, a figyelés, az aratás, stb. Stb. Tehát nem véletlenül van itt egyben ez a hét példázat. És azt látjuk, hogy tulajdonképpen a mennyek országáról szóló példázatai a bejelentéstől egészen a világ végéig átfogják a képet.
attól kezdve, amit most látunk, azt ez mit jelent a közösségben, hogy alakítja át az emberi közössége, és mit jelent várni arra, hogy kiteljesedjen, eljöjjön, mit jelent a végítélet szempontjából. Ez a téma átvonul Máté egész evangéliumban. Na most, mivel Isten uralmával, a mennyek országával kapcsolatban nem minden világos, sem a kívülállóknak, sem a tanítványoknak, de látjuk, a kívülállók azok ott maradnak, maradnak kívülállók, a tanítványok meg jönnek és kérdeznek. Így lesz valaki tanítványa. Nem érti, mit mond Jézus, de jön és kérdez, hogy mit mond. Ez egy fontos arra. Tehát lényeg az, hogy ezért kifejti, hogy mi Isten országa, hogyan működik, mit követel az uralma, és mi a jelentősége annak, hogy valaki mellette dönt, vagy ellen. Mert hát vannak, akik nem tudnak róla semmit. Ezért tanítja őket Jézus. Vannak, akik rosszul tudják, mert azt hiszik, hogy foglalt helyük van Isten országában. Nekik megmondja, hogy nem. Csak azért, mert Ábrahám fiai, meg ilyenek vérszerinti leszármazottak, vagy ehhez vagy ahhoz a kegyességvirágzathoz tartoznak, nem. És persze vannak, akik rosszul tudják, biztosak abban, hogy nincsen helyük Isten országában. Ők azok, akiket a társadalom megvet. Ugye, a vámszedőtől, a prostituáltakig, stb. Stb. És végül vannak, akik tudnak róla, tudnak el az egészről, de nem ennek megfelelően élnek. Na, velük is jókat vitatkozik, ugye írástudók, farizeusok. De lényeg az, hogy mindenki számára itt valami új hangzik el. Hogy nem, nincs bérelt jegyed, nincs foglalt helyed. Isten országon, vagy de jöhetsz, minden elmére, mégis itt van, jöhetsz. Vagy egyáltalán, hogy ez a lehetőség fennáll. Na most, a magvető példázatában ugye ezt láttátok múltkor, hogy Isten uralma elkezdődött, ki van hirdetve, be van jelentve, attól függetlenül, hogy nem hat mindenkire pozitívan, vagy nem azonnal, hogy éppen ki milyen föld, vagy milyenné válik, ha odafigyel magára. Ez egy allegória volt. Egy olyan történet, amelynek minden egyes eleme valaminek meg van feleltetve. Ugyanez a Konko és a Búza példázat, és az a jó, hál' Istennek, az Ősszövetségben az összes allegória, amit így kell értelmezni, az ki meg is van magyarázva. Arra rákérdeztek a tanítványok. Az összes többi példázat az olyan, mint a barack, ahol van egy központi üzenet, és arra épül rá a történet, mint hús, de ott nem kell minden egyes elemet valaminek megfeleltetni. Ha azt teszik, akkor mindenféle bődületes dolgokba jutunk. Tehát ezt tudni kell erről, hogy hál' Istennek a magvető példázata, meg a Konka és a Búza példázata, az megvan magyarázva, mint allegória. A többi az nem, az sokkal egyszerűbb is. Tehát tényleg az, hogy elkezdődött Isten uralma. A másik, amit látunk, az, hogy Isten uralma már megtalálható. Itt a Máté 13-ban, hogy megtalálható, hogy értékelhető, és hogy mindent megér. Hasonló a mennyek országa, vagy úgy van a mennyek országával, mint a szántóföldben elrejtett kincshez. Mint az ember megtalál, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, ami van, és megveszi ezt a szántóföldet. Ugye az iker példázat mellette hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz, aki szép gyöngyöket keres, tudja mi az érték, keresi, akkor egy nagy értékű gyöngyöt talál, elmegy, megint csak ez a mondat, eladja mindenét, kulcsmondat, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. Jézus azt állítja, hogy ami ő benne itt megjelent, az mindent megér. Mindent megér. Észrevehető, megtalálható, értékelhető, mindent megér. Már túl vettük a hegyi beszédem, hogy ez hogy felforgatja az embernek a hétköznapi logikáját, ahogy emberekkel bánnánk, meg ilyesmi, az ellenség szeretettől, meg egyéb ilyen furcsa gondolatok, amit ott Jézus elmond. Azt mondja, hogy ez mindent megér. A másik, amit látunk ebben a példázat sorozatban, ez a mustármag és a kovász példázata, a 31. verstől. Hasonlóan mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember és elvet a szántóföldjébe, ez kisebb ugyan minden mannál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak az ágai között, ugye a madár nem rak akármilyen kis ifegő ága a fészket, tehát ez egy, tényleg egy fa.
más példázatot is mondok nekik, itt az iker példázat, hasonlóan Mennyekország a kovászhoz, amelyet fogad az, hogy belekever három mérce ízbe, míg végül az egész tészta megkel. És ugye ott a kenyér. Megint csak egy hétköznapi életből hozott példák, a pici naggyá lesz, a mag megnő, felnövekszik, megállíthatatlanul. Nem is tudjuk, hogy nő. Márknál ebben a párhuzamos szövegben ott van még a magától növekedő termés, ugye, hogy elveti a magot a farmer, és aztán csak nő a termés magától, szinte nem is kell vele semmit csinálni. Tehát itt erről van szó ebben a mustármagban és a kovászban, hogy Isten országa, ez az erő, ez a hatalom, ez az uralom, amit János bejelentett, és Jézus elmondta, hogy mi mindenben áll ez az egész, így ott a hegyi beszéd, és erővel, hatalommal beindult, hogy ez beindult, és ez növekedik. Ezt semmi nem állíthatja meg. Nő, ahogy nem tudod, hogy, de egyszer csak az a tészta, hogy begyújtod, egyszer csak egy szépre, hogy nagyra megnő. Vagy ott volt ez a mag, és abból egy fa lett. Idővel, igen, de megállíthatatlan. És nem igényel emberi eszközöket. Egyfelől nem lehet ellenállni neki. Emlékeztek az ellenállás? A városok. A lelkiség irányzatok, a saját család. Nem, az, hogy itt valami beindult, és ezt ember meg nem állíthatja. Ember nem segíthet be, de meg sem állíthatja. A Márknál, ahogyan erről van szó, ez a magától növekedő termés, itt a görög szó is az automaté, szinte egy automatikus növekedésről van szó, hogy ez beindult, magától növekszik, épül, erővel és hatalommal. Ez nem jelenti azt persze, hogy akkor csak ülünk, és nem kell semmit csinálunk. Ki lett adva a misszióparancs, menünk kell, evangelizálni kell, sáfárok vagyunk, pont megint eljött a Máté 21-25-ben, visszatér a mennyek országát, ilyen példázatokkal írja le, hát ott van a sáfárság, ami ránk van a víz, ugye a hű és okos szolga, dolgunk van, nem arról messze, hogy csak nézünk, és aztán jaj, de szép, és mi emelkedünk ott csücsülve az ágokon, és hát nagyszerű, hogy ebben a buliban részt vettünk. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy akármilyen az ellenállás, akármilyennek is tűnik az ellenállás. Ez beindult. Itt van, és elkezdett növekedni. És végül ez a búza és a konkoly, meg a kétféle hal példázata, az, hogy Isten uralma itt ebben a világban nő, belevegyül ebbe a világba. Lassan hagyja át. És a korabeli váradalmakkal ellentétben nem ítélettel kezdődik. Eljön majd az ítélet ideje is, de addig az igaz és a gonosz együtt növekedik. A királyság fiai, szó szerint, meg a gonoszság fiai, tehát akik a királysághoz tartoznak, az eljövendő királysághoz és a gonoszok, együtt növekednek. Ez a kettő egy lesz. Nézzük meg ezt a példázatot kicsit közelebb. Az első, amit látnunk kell, és itt a nejem, aki vidéki lánya, hogy én városi gyerek vagyok, ő egyből tudta, hogy mi a különbség a búza meg a konkoly között, és hogy ez miért nő együtt, és hogy miért nem lehet csak úgy kitépni a konkolyt, meg ilyenek, hát megjön a gyökerével együtt. Én ugye városi gyerek vagyok, fogalmam sem volt, de nejem vidéki lánya, úgyhogy egyből mondta, hogy ez milyen csodálatos. Tehát lényeg az, hogy a búza és a konkoly együtt nő, és a különbség akkor nagyon hasonlítanak egymáshoz, de amikor termést hoznak, akkor látszik meg igazából a különbség. Mi tehát a téma? A látszat. Az, hogy annak tűnik, mintha oda tartozna, de nem az. Az emberi vallási viszonyok képmutatásról szól, úgy gondolom. Tehát a színleléssel. Ami bizonyos tettekben előbb-utóbb lelepleződik, ha már termést hoz. Az ember cselekedeteiben lelepleződik. A jellem az megjelenik tettekben. Tehát előbb-utóbb kiderül, hogy az ember milyen, hova tartozik, valójában milyen erő működik benne, kinek a vetése, hogy úgy mondjam, vagy táportja. Lényeg az, hogy ilyenkor ezt látva zsigerből jön a gyomírtás. Szó szerint a gyökértelmítés, tehát a gyorsan kitépni a másikat. Ez amikor egy közösséggel akar határolódni a közötte megjelent, ugye a gonoszoktól, meg ilyesmi. És
Nagyon érdekes, épp azért, mert a gyökerek összefonódnak, az ember, a Concord csak a búzával együtt tudja kitérni. Csináltak ilyet. Tehát ilyen történészektől lehet tudni, hogy ez hozzátartozott a korabeli módszerhez, hogy igen, nőtt a Concord, akkor ha néhány búzaszállat készítették, de kitérték, és összegyűjtötték kévébe, ugye a fában szegény vidék, tehát használták begyújtáshoz, meg ilyenek, legalább elég, és akkor a magja nem kerül vissza akárhogy a földre. Lényeg az, hogy kitépték a konkolyt, akkor is, ha néhány buzaszál belejött. De gondoljatok bele, hogy itt azt mondja, ugye itt a házi úr, hogy nem. A búza érdekében nem. Minden egyes búzaszál számít neki. És minden egyes búza mag számít neki. És hogy ez ne vesszen el. Ezért a konkolyt se tépjék ki. Ez nagyon furcsa, ez az összefonódás. És gondolkoztam, hogy ez most miért? Hogy lehet, miben jelenik meg, ugye most eltekintve a képtől, a példázatnak a képvilágától, miben jelenik meg ez az összefonódás? És hogy elgondolkoztam azért, hát igen, akik olyan távoliak tőlünk, akiket nem ismerünk, azokat olyan könnyen megítéljük. Azokat nagyon könnyen megítéljük, nagyon könnyen el tudjuk, rájuk tudunk mutogatni, hogy ők a gonoszság fiai, ugye, meg mindenféle jelző, mert könnyű, mert ilyen nyilvánvaló. És igazából csak ennyit látunk az életükből, vagy abból az életből, és ezért nagyon könnyen megítéljük. Mi van, ha családtag? Mi van, ha rokon? Mi van, ha egy barát? A körül szóval. Mi van, ha úgymond eltávolítunk valakit, megszakítunk kapcsolatot, semmibe veszünk valakit, megítélünk valakit, pedig vannak olyan számunkra nem látható sors összefonódások, életutak, amik egyszer csak összetalálkoznak sok-sok év után, meglepő, furcsa módokon. Mi van, ha valaki elítélünk, de ahogy ő él, ott igen, csinál rossz dolgokat, igen, másokkal is van rossz hatása, de van, akire jó hatása van, mert az az ember kiábrándul ezt látva, és Isten felé fordul, stb. Stb. Most be lehet indítani a fantáziánkat, hogy a saját élményeinket, tapasztalatainkat, hogy akit mi már rég kirúgtunk volna, vagy nem állnánk szóba vele, vagy mit tudom én, és lehet, hogy meg is tehetjük, mert családtag, és nem állunk vele szóba, vagy kirúgjuk, mert alattunk van a kollega, vagy mit tudom én. Vagy a gyülekezetből eltávolítjuk, de úgy, hogy többé szóba sem állunk vele. Honnan tudjuk? És közben miért mások is sérül. Erről van szó, hogy más is sérülhet, a jó is sérülhet. A buzakalászt is tépünk ki, egy buzamag is eltűnik. Nem lesz elrötve, és nem fog termést hozni. Mi történik itt? És mert valahogy ez csapódott le, hogy nem tudhatjuk mi, mire lesz jó, Isten miből, kiből, miből mit hozhat ki. Kinek milyen hatása lehet még a körülötte levőkre. És ezért nagyon óvatosan kell, úgy gondolom, bánnunk az ítélkezéssel, meg egyáltalán a gonoszság fiaival való, ahogy rájuk gondolunk, ahogy velük kapcsolatban cselekszünk. Ez egy fontos elem ennek a példázatnak, hogy a búza érdekében. Azt mondja, nem baj, együtt nőnek. Persze, okoznak kárt. Igen, tud kárt okozni, de együtt nő. Majd eljön a nap. Amikor minden nyilvánvalóvá lesz, amikor majd én ítélek, azt mondja, ne ti rájátok neki gyomírtani. Mert ugye mi hát elég gyorsan és könnyen ítélünk. Na most a példázatban ugye az van, hogy Jézus megmagyarázza, hogy a mező, ugye, ahol vetnek, az ugye a világ. És hát egy régi vita így az írásmagyarázók között, hogy hát ez a példázat ez nem az egyházról szól, a gyülekezetről, ugye milyen szentek gyülekezete, hanem a világról, és hát igen, ez van, hogy ilyen világban élünk. Tehát a magyarázat szerint a világ, ahol ugye
ugye megjelenik, ahol ugye együtt nő búza és konkor. Csak azért mi már másképp, nekünk más jut az eszünkbe erről, hogy a világ, meg mi meg a világ, mint ott az első században Jézus korában. Mi már a posztkeresztény Európában élünk, ahol egyház és állam szétvált. Ott ez mind egy volt. Egy volt teokratikus állam, Izrael, annak saját király volt, profétái voltak. Egy olyan ország, amiben vallás és társadalom, vagy politika szétválaszthatatlan volt. Egy volt. Aztán persze jöttek a rómaiak, a politikai, a katonailag uralták a terepet, de attól még Izrael egy teokratikus nép volt. Isten által vezetett nép volt. Nem volt az külön a zsinagóga, és aztán a hétköznapi élet. Mindenki járt zsinagógába, aki nagyon ritka volt az, aki nem járt zsinagógába, akit kirúgtak, ugye, mint a vámszedők, prostituáltak, stb. Mindenki része volt a világnak, hogy úgy mondjam, a társadalomnak. Együtt voltak igazak és gonoszak. És ezért úgy gondolom, hogy a... Ezért a példázat egy bizonyos szintig alkalmazható a keresztény egyházra és a gyülekezetre is. Mert mindig is voltak, vannak és lesznek közöttünk keresők, bizonytalankodók, visszaesők, képmutatók, hát akik itt vannak, de nincsenek is, úgy tűnik élik, de mégsem, átvették a keresztény szlogent, ugye megtanulható a keresztény tudnak, a Károli dialektusban, meg, de hogy valójában ez mit jelent az életükben, arról keveset tudunk, vagy csak nagyon ellentétes, hogy mi van az életükben, és hogy ezek az emberek is mikor válnak tényleg oda szánt tanítványá, hogy ezt most ki döntse el, és mikor, és hogyan, de bizonyos tetteket meg tudunk ítélni, van helye a gyülekezeti fegyelemnek, ugye a Máté 18 erről szól, ugye, hogy ha valaki vétkezik el, de a procedúra, amit be kell tartani, de azért előtte ott van az elveszett ihok példázata. Tehát az, hogy ott hagyja a 99-et és elmegy megkeresni azt az egyet. Tehát igen, szükség van a gyülekezeti fegyelemre, de látnunk kell, hogy milyen a keresztény közösség is. Egyszerűen az ember, ami agamből dolgozunk, és dolgozunk, akik mi vagyunk, ez nem egyszerű. És a steril közösség, a kizárólag 100%-os odaszánt tanítványokból álló mindenki evangelizálás, stb. Az ilyen közösség olyan ábráz, ami kizárólag szektákat hozott létre. Olyan szektákat, ahol aztán hullanak ki az emberek. Ahol a tagságnak a többszöröse tartozik a volt tagok. Tagság, jelenlegi tagsághoz képest a volt tagok száma a többszöröse. Akik elhullottak, akiket kirúgtak. Akik nem feleltek meg a nagyon is emberi mércéknek. Félre ne értsetek, a konkrét dolgok, azok a gyülekezeti fegyelem dolgai, ami konkrét bűn a Biblia szerint, de azt is, hogy hogyan kezeljük, hogy kiből mi lehet, visszatérhet. Még ez a kőkemű mondás is, ugye, hogy ott a korintusi levélben, ugye, hogy átadjuk őt a sátánnak, ugye? A vádlónak. Mert itt benne mi hangzik? A kegyelem. Miben bátorítjuk egymást? Isten kegyelmében, gondviselésében, szeretetében, ő meg ott kint egyedül van a vádló területén. Nem azt jelenti, hogy szó szerint a sátánnak átadják a bűnös testvért, és akkor neszel rág, meg jól köp ki, vagy olyan ilyen borzalmas hozzáállás, hanem az, hogy amikor már a közösség nem tud valakivel mit csinálni, akkor tudja, hogy milyen területre teszi ki. És persze, hogy visszavárja, és aztán olvassuk, hogy meg is tért az ember, ugye visszatért. Mert van olyan szomorúság, ami megtéréshez vezet, visszatérése. Megváltoztatta a gondolkodást, mondja, de ez egy olyan közösség kellett, amelyik új pánikra. Tehát megint csak, mi van? Ítélettel kezdünk? Vagy majd lesz ítélet, ugye? Vagy egy napon ő fog ítélni, de addig, mindenféle nép beléphet Isten országába. Az első században Jézus csak ítéletet hirdet, és azt csinálja, amit majd a Máté 25-ben olvasunk, hogy majd visszatérésekor mi lesz, kecskék, juhok, megítéli a népeket, ez meg fog történni. Ez az első században megtörténik, akkor mi már nem vagyunk itt. Ez ilyen egyszerű. De nem történt meg, és ezért a zsidóságból, ebből az etnikai vallásból, az izraelita vallásból egy világvallás lett,
és ekkorává nőtt ez a fa, és ma itt vagyunk 2000 év után, Ungarisa betyárok itt magyarok, itt ugye hányféle nációból összekutyulódott emberek itt vagyunk, és élünk ebből ennek a királyságnak az erejéből, és próbáljuk apró pénzzel váltani, mit jelent ez a hatalma a hétköznapjainkban. Tehát ez a két példázat, ez a búza és a konkoly, meg a háló, ugye, hogy hasonló a Mennyekország a tengerbe kivetett kerítő hálóhoz is, amely mindenféle halfajtát összegyűlt. Amikor megtelik, kivonják a partra, és leülnek a jókat edényekbe gyűjtik, a hitványokat kidobják, így lesz a világ végén is majd. Tehát Isten országa, mint háló, ebben a világban működik. Az evangéliumot ebben a világban hirdetjük. A hálón mi akadtunk fel. Egyelőre, és adja az ég, hogy minél többen még fennakadjanak. A válogatás majd a végső napon, majd a napon lesz, amikor ő visszajön. És ez akkor megtörtént volna, akkor Jézus megfelel a korabeli elvárásoknak, akkor mi ma nem vagyunk. Hiszen miről szól ez az evangélium? Ez amit hirdetett? Istennek a kegyelméről. Hogy ő mégis, minden ellenére, csak azért is irgalmas hozzá. Ezen mondja, hogy értsétek már meg, irgalmat akarok. Ugye mondja a vádoló, irgalmat akarok. Mondom, ez nem a bűnnel szembeni, vizezzük fel, hát mégsem ilyenek. Nem, a bűn az öl, a bűn az gyilkol. Épp azért, akit öl, azt mondjuk segíteni kell. Ez a hozzáállására kell a bűnöshöz hozzáállni. De amiről úgy érzem, ezekben a példázatokban Jézus szól, hogy itt van az ország, beindult, ez az uralom. Ő benne van itt, ő vele kapcsolatban kell döntést hozni, mert ő a király. Isten országa nem úgy jön az, hogy jelenikből következtetni, mert rá még ilyenek. Itt van köztetek van, mert Lukács evangéliumában, ott áll köztük, és nem ismerik fel. Vele kapcsolatban kell döntést hozni, mert ő a király. Növekszik, érték, felfogható, megismerhető, mindent megér. És el kell viselnünk ezt a kettősséget. Az érdekes, hogy az egész hitéletünket ez a már igen és a még nem feszültsége jellemzi. Ugye, Máté 28-ban eljutunk odáig, hogy nekem adott minden hatalom menjen és földön, mondja Jézus. Hát a végére érünk ennek az egész ívnek, amiről az evangélium szól. Ugyanakkor a zsidó 2.8-ban ezt olvassuk, bár most ugyan még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll. Még nem látjuk, hogy minden az ő uralma alatt áll. Még igenis, egy ilyen világban élünk, amilyenben, ahol történnek csodálatos dolgok és borzasztó dolgok. És élünk egy egyházban, ahol történnek csodálatos dolgok és borzasztó dolgok. Még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll. Vagy mi magunk is, ugye olvassuk zsidó 6.5, hogy megízleltük az Isten felséges beszédét és a jövendő világ erőit. Hogy megízleltük ennek az eljövendő világnak, az eljövendő világ, amit a zsidók vártak. Amiről Jézus beszélt. Mi megizlettük ennek az erőt, hogy nem két világ határán vagyunk, mint Keresztelő János idején, hanem az Isten országa már működik, már beléptünk. Az más kérdés, hogy nem egyből gyorsan, radikálisan, egyből megszüntetve minden ellenállást, legyarulva a gonoszokat a térképről, és akkor itt maradunk mi, igazak, és kész, mehetünk tovább. Élhetjük a boldog életünket, megszabadultunk minden gonosztól, hanem úgy, hogy belevegyül, áthatja, vegyes a kép, mert már itt van Isten országa is, ezért már vegyes a kép. Nem az a kérdés, hogy miért vannak még a gonoszok, hanem az a jó, hogy már vannak igazak, hogy már vannak emberek, akik tudnak olyan döntéseket hozni az életükben, ami igenis javára szolgál embertársaiknak és Isten dicsőségére. Ami Istenről szól, ő dicsőít.
nagyszerű, hogy még nem hívő emberek is tudnak nagyszerű dolgokat csinálni. Hát hogyne, persze. De az, hogy mi elég állhatunk, hogy segíthetjük őket, hogy hívők is nagyszerű dolgokat csinálnak, az igenis ellensúlyozza azt, ami különben van a világban. Hogy igen, a gonoszság fiai, igen, igen, működnek. Már sose láttak mást, vagy mert így döntöttek, vagy mit tudom én. Teljesen mindegy. Rég, amit csinálnak, az pokoli, az rossz. És hogy történik jó a világban. Több történetben is újra újra előjön ez a miért érdemes harcolni a világért, mint a Gyűrűk urát láttátok. És így semmi megfogalmaz a család is, mert van még annyi jó ebben a világban, hogy érdemes ezért küzdeni. Ha Isten úgy nézett a teljesen elveszett világra, hogy itt, hogy minket szeretni tudott. Hogy ő úgy gondolja, hogy van még miért küzdeni, hogy ezt az utat választja, nem a gyorsan legyalulom őket aztán, vagy csinálok egy új emberiséget, vagy mit tudom, hogy megtehette volna, nem kellett ezt az egész iszonyatos évezedeken áttartó üftörténetet végigcsinálni, meg minden, meg ide földelni, meg ilyenek. Ezt az utat választotta. Miért? Hogy egy búzakalász se essen el. Hogy egy mag se, amit te teremnél, ez nem esz, az nem menjen kárba. És ez döbbenetes, ha belegondoltok, hogy, hogy ő úgy gondolja, hogy ez a kis mag, amit tudunk hozni, kis búzakalászok, az a néhány mag, amit tudunk csinálni, az többet ér, mint minden, amit a Concord, meg a mit tudom én, a gizgazok kárt okoznak. Ő neki megéri, hogy erre figyeljen, és hogy ezt védje, ezért bízzuk rá, majd a végén. Tehát itt vagyunk mi hívők, megizleltük az eljövendő világ erőit, megtapasztalhatjuk, hogy már nem kell a bűn törvénye alatt élnünk, hanem a kegyelem törvénye alatt élhetünk, hogy már nem szükségszerűen vétkezünk, hanem igen, még vétkezünk, de már ott van a lehetőségünk, hogy ne vétkezzünk, és hogy ez összeálljon bennünk, ezt megtanuljuk, ezt elkezdhetünk tanulni. Szeretet, öröm, békesség, hűség, szívesség, jóság, önuralom, a Szentlélek gyümölcse elkezdett bennünk megjelenni, és mások eszik rólunk, egyre több gyümölcsöt talál rajtunk, és akkor azt már ehetik. Ezek az eljövendő világ erői. És itt, igen, olyan emberek között, akik még farkasok, akik még gonoszok, akik még elveszettek. Közöttük már ez megjelenik. De nem azért, hogy köpjünk rájuk, hanem azért, hogy ők is bekerüljenek ebbe a nagy hálóba. Hogy valahogy Isten országában mégiscsak ugye a kutyából szalonna lehet, konkordból búza, stb. Stb. Tehát itt a mi hozzáállásunkról is szól, úgy érzem ez az egész. És persze, ugyanakkor csatatér a saját lelkünk, hogy a Galata 5, hogy a Szentlélek küzd bennünk, hogy a zsigerből jönne, küzd a testünk, hogy ne azt tegyük, amit zsigerből tennénk. Tehát mi belül is egy csatatér vagyunk, meg kell tanulnunk engedelmeskedni, odafigyelni, szellemi harcban veszünk részt. Jönnek ilyen szellemi erők, ugye Efezus 6, és meg akarják kérdezni, hogy Isten elfog az igaznak, hogy üdvözülünk, ilyen, hogy ez az egész igaz, hogy ez jó hír, hogy érdemes bízni Istenben. Mégis erről szól. Tehát több szinten, több fronton harcban állunk, hanem ez a már igen, még nem. Így békességet is talál a lelkünk, ugyanakkor nem lett egyszerűbb az élet azzal, hogy Isten is itt van az életünkben, de összebonyolódott, ugye így kezdődik az egész. De semmi új nincs abban, hogy együtt növekednek a gonoszok és a jók. Jó és rossz, igaz és hamis egymás mellett növekszik. A 37. Zsoltár itt az eszembe, az egész Zsoltár erről szól. Érdemes elolvasni meg a 92.8-ban van egy ilyen mondat. Ha úgy nőnek is a bűnösök, mint a fű, és kivirul minden gonosztevő, végül mégis el kell pusztulni. Tehát ez végig előjön példabeszédekben, a zsoltárokban, hogy itt virágoznak a bűnösök, sokkal jobb dolgok van, mint nekünk hívőknek, ugyanez megtörténhet hívővel és nem hívővel, ugye a prédikátor könyv aztán végképp ezt fokozza. Tehát ez az együttélés, ez mindig is volt. És akkor is mindig is az volt a megoldás, hogy úgy mondjam, amennyiben ez megoldás, hogy nem mi fogunk kisbaltát a golyószorról.
mert majd Isten ítél igazságosan, majd a manapon, és ő addig is türelemmel vár. Tehát nekem ez a Buza és a Konkoly példázata, meg a jó hal, rossz hal, ez a kerítőháló példázat, ez valahol Isten türelméről is szól. És még két igét hagyolvassak fel, a 1 Korintus 4:5. Pált vádolják korintusiak ezzel, azzal. Szerintem semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazzá, hanem aki felettem ítélkedik, az Úr az. Egyáltalán ne ítéljetek azért addig, amíg elmenjen az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait. És akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Hát, hogy a képmutatással, a látszat, kereszténységgel, vagy a nyilvánvaló dolgokkal, néha nehéz mit kezdeni. De eljön a nap, amikor az, aki az egészet átlátja, ezeket a szövevényesen összefonódó életsorsokat, helyzeteket, amiket mi nem látunk át, mert rajta vagyunk a terepasztalon, ilyen egyszerű. Mi is a kis figurák között vagyunk, és nem onnan fentről látjuk az egészet. Ezért ezt ne csináljuk. És még egy a 2 Péter 3:9, ugye ahol van a gúnyolódók, ugye, hogy hát van idő, mert már hol van az ő eljövetelének ígérete, tehát hol van az ő megígért eljövetele, és azt mondja, az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amit egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Isten országa elindult, Galat jelentve növekedik, nem lehet megállítani. Mindig voltak, vannak és lesznek emberek, akik pozitívan válaszolnak, akik jó földek, akkor erről volt szó, és termést teremnek. Meglátható az életünkön, hogy ez mindent megér. Mondhatjuk, élhetjük, hogy ez mindent megér. Többet ér, mint a saját zsigeri boldogságaink, a saját önérzetünk, vagy bármi, amit föl kell adni ahhoz, hogy ott végre bocsánat legyen emberek között, megbocsátás legyen, végre szeretet legyen. Minden, amit fel kell adnunk ezért, a szeretet, öröm, a hűség, a szívesség, a jóság, az öröm érdekében, az mind megéri, hogy feladjuk, mert ez annál is többet ér. És addig is, amíg ezt tanuljuk, és nagyon nem egyformán állunk ez az egészhez, és tanuljuk felfogni, megélni, addig egymással türelmesnek kell lenni, és nem szabad ítélkezni. És ha valaki fölött ítélkezni kell, mert a Biblia ítélkezik a tettén, akkor is azzal az irgalommal kell ezt csinálni, hogy de még visszajöhet. Farkasból még lehet bárány, konkorzból lehet búza, ő is jó földé válhat, egyszer csak az a mag mégiscsak megfoganhat benne. A gyomlálás nem a mi dolgok, vagy úgy minden. Imádkozzunk. Uram, elég félelmetesek a te dolgaid, hogy mi minden lesz még, az a világra minden történhet, de az igazság, hogy elég félelmetesek azok a dolgok, amik ebben a világban vannak, Uram. És mint akik maguk is tudják, hogy bűnösök, akik kegyelmet nyertek, és ezért általad és miattad lehetünk szentek, szenté és igazzá, így könyvünk magunkért, hogy ebben a világban úgy tudjunk élni, hogy ez tényleg só és világosság lehessünk, hogy a szeretet köteléke lehessünk, amivel magadhoz vonzol,
másokat is, vagy minket is így vonzottál magadhoz, nem baltával kergetve. Add Uram, hogy mi is ilyenné váljunk, és igen, Uram, mi is várjuk, ahogy az első száz zsidók, mi is várjuk azt az eljövendő világot. Várjuk a napot, amikor fellélegezhetünk úgy igazán. Amikor eljön végre a teljesség, és csak te leszel ott, és mindazok, akiket valahogy magadhoz szerettél, magadhoz tudtál szeretni ebből a világból. Várjuk ezt a napot, Uram, hogy végre letörüljél minden könnyet a szemünkről. Addig is, Uram, hogy szeretni tudjuk ellenségeinket. Imádkozni tudjunk azokért, akik ellenségnek tekintenek minket. Hogy tudjunk megbocsátani, mert te megbocsátottál nekünk. Hogy tudjunk szeretni, mert te minden ellenére szerettél minket. Add Uram, hogy gőzerővel dübörögjön bennünk a kis nyomorult lelkünkben a te országod, a te uralmad, a te hatalmad. És akkor a családjainkban békesség lesz. A munkahelyénken békét teremthetünk. Talán az országunkért is tehetünk valamit, a gyülekezetünkért, az egyházainkért. Talán több szeretet lesz a világban. És ez megéri. És az óemberünkkel kell fizetni a szeretetlenségünkkel, örömtelenségünkkel, a szívtelenségünkkel, az önuralmunk hiányával. Ha ezekkel kell fizetni, Uram, akkor ez egy jó csere, és hagyd pusztuljon mindez, és hagyd uralkodjál te bennünk a te lelked által. Hagyd legyél Úr és Király a mi szívünkben, a közösségeinkben. Mindig valami más történjen, mint ami megszokott. Mindig valami olyasmi történjen, ami rólad szól. Ami rád mutat, mert tőled jön. Úgyhogy csak szeretnénk ezért hálát tudni, hogy egyáltalán lehetőségünk van erre. Gyerünk, tudhatom, és hogy tanulhatjuk, hogy hogyan működsz te, hogyan működik a te uralmad a mi lelkünkben és közöttünk. És hogy téged áldunk ezért. Jézus nevében. Amen.